A biztos bennmaradást a maximum a középmezőnyt megcélozva vágott neki tavaly az NB2-nek a tiszavasvári férfi kézilabda csapat. Türk Ferenc tanítványai azonban a vártnál lényegesen jobban teljesítettek, olyannyira, hogy az együttes megnyerte a bajnokságot és feljutott az NB1B-be. Némi hezitálás után a város és az egyesület vezetői, valamint a támogatók úgy döntöttek, hogy a játékosok fejlődés érdekében megteremtik a másodosztályú indulás feltételeit. Bár a költségvetés meglehetősen szűkös, új játékosokat is sikerült szerződtetnie az újoncnak. Volt egy pár hiányposztunk itt. Elsősorban a vonalon lévő játékosok, a beállóra, akik ugye kettős igazolással volt csak játékosunk. Széleken néha kényszermegoldást kellett választanunk, tehát távoli zónából veszélyes játékos is kellett, mert ugye MB2-ben elég volt, amit csináltunk, de itt valószínűleg nem lesz elég. Úgyhogy még alakulóban vagyunk most is. Sikerült a kettős igazolással lévő játékosaink közül a Dobos Balást megtartani. A Hajdúböszörményből egy fiatal, tehetséges átlövő, aki védekezésbe is számít, a Fein Zolit sikerült leigazolnunk, valamint Balmazújvárossal kötöttünk egy olyan szerződést, amiben igazándiból, akik ott tehetségesek, de nem férnek fel az első osztályú játékosok közé, de ott dolgoznak, ott edzenek, ide kettős játékengedéllyel sikerült őket igazolnunk. Balmazújvárosból Nagy Ádám, Zsigmond Gergely, Bagi István, Király Dániel, Veres Imre és Teleki Levente érkezett Tiszavasváriba. A régóta a csapat kötelékébe tartozó Benyusz Kende szerint meg tudnak majd kapaszkodni az NB1B-ben. A közösségünk az továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz. Játékos állományilag remélem, sőt azért biztos vagyok benne, hogy egy bennmaradást meg tudunk célozni nyugodt szívvel. A Tiszavasvári összesen 11 edzőmeccset játszik a bajnoki rajtig. Augusztus végén egy balmazújvárosi tornán élvonalbeli csapatok ellen is pályára lép Türk Ferenc együttese. A vasváriak a nyitófordulóban szeptember 10-én a Sziget-Szent Miklós fogadják.